Hello, sziasztok! Itt vagyunk a Dünd Pilat lábánál, az egyik legnagyobb mozgó homokdűne itt Európában. Mögöttem a csodaszép part, óceánpart, és hát hihetetlenül tiszta Franciaországnak ez a régiója, tehát jó volt látni, hogy itt Arcachon és környékén a köztisztaság az elképesztő, nincs szinte szemetelés, hulladék elhagyásról nem láttam ilyen hulladék kupacokat sehol. Aztán többször kijöttünk már a tengerpartra, és kíváncsi voltam, hogy itt tapasztalható-e mondjuk a óceáni hulladék szennyezés, és ahogy itt végig sétál az ember a homokos parton, hát örömmel láttam, hogy nem látok hulladékokat. Aztán kicsit feljebb jöttem ide erre a homokos dűnés részre, és itt már igazából bár melyik lépésnél, ha lehajol az ember, akkor látja ezeket a picike kis műanyag darabokat mindenhol. Elsőre nagyon megörültem, hogy itt nem kell dolgozni, de igazából itt is mindenhol megtalálhatóak a nyomaink. Rengeteg persze az ilyen kagyló, meg egyéb biológiai anyag, de hát rengeteg a sok plasztik. Elképesztő. És itt ugye hát kilométerekre nincsen semmilyen civilizáció. Úgyhogy ez az óceán felül érkezik. És nem is kell belásni nagyon. Az ember tesz egy pár lépést, és világítanak a kis színes plasztik darabkák. De egyébként a táj az mesés. Úgyhogy lesz plasztik, és boldog-bodrog, tiszta tisza, és kék óceán.